Az Exaton 5. hetének kezdetén a kihívókat Benő röfögve... Ó, Isten! Benő! Ó, Isten! Franci pedig hangoskodva ébresztette. Dani! Dani! Miért vagy te, Dani? Mindkét csapat őrült energiákkal vetette bele magát a villajátékba. 3, 2, 1! Ami megint a hirtelen halál futamig ment. Ezúttal Dóri és Bálint kettőse vitte sikerre a kihívókat. És Bálint beúszza! Nyernek a kihívók! És a bajnokoknak kellett a táborba költözni, amit ráadásul a verseny után késő éjjel 7 kilométer gyalogolva kellett megközelíteniük. Másnap a tét a videóüzenet volt. Mindkét csapat nagyon küzdött, de végül 10-5-re a bajnokok nyertek. 10-5-re a bajnokok találkozhatnak a szeretteikkel! Ők a ceremónián örömükben, a kihívók pedig bánatukban sírtak. Bálint szinte megszólalni is alig bírt, annyira megviselte ez a vereség. És elképesztően hiányzik a barátnőm és a családom. A táborba visszatérve a bajnokok összegyűltek a tévé előtt, és hol nevetve, hol sírva hallgatták az otthonról érkezett videóüzeneteket. A kihívókat másnap reggel Benő próbálta felhúzni egy fasírtról szóló viccel, amit végül csak Ricsi és Dóri bírt hősiesen végighallgatni. Megnézi a polcokat, ott sem sírt senki. De sütőben már sírt valaki. Na. Nos, ki sírt, Ricsi? Ki sírt? Hát a fasírt. De Benő és a fasírt csodát tett a csapattal, mert 10-2-re győztek a dupla tét napján. Így az előny és a Joker is a kihívókhoz kerül. Mit művel a kihívó? Nyernek a kékek! A bajnokoknál Máté egyre nagyobb veszélyben érezte magát, és odaszúrta a társainak, hogy nem látta mindenkiben a küzdeni akarást. Akkor engedjünk el egy futamot, és inkább nyerjünk helyette kettőt. Majd a végjáték reggelén Máté azzal szembesítette Lillát, hogy szerinte a férfi párbaj hetén direkt visszafogta a teljesítményét. Ezt Lilla kikérte magának. Én ezzel nem értek egyet, mert én minden egyes nap arra törekszem, hogy a jó hangulatot a szurkolópadon is megtartsuk. Ebben a hangulatban érkeztek a bajnokok a végjátékra, ahol végül nem tudták elkerülni a párbajt. És Viktor megcsinálja! 10-8-ra a kihívók nyernek! A legrosszabb statisztikájú férfi játékos Móricz Dani volt, az ellenfelét pedig Francinak kellett kijelölni. 3 homokzsák Krisztiánnál, 2 Bálintnál! Másnap Bálint és Lilla szerzett egy-egy medált, majd jött a neheze. Franciska döntése alapján Dani ellenfele Máté lett. Ellenfele Máté lesz a mai napon. Franci és Lilko annyira aggódtak Daniért, hogy zokogva nézték végig a nagyon szoros párbajt. Az 5. futam után Daninak már csak egy élete maradt. Ekkor Krisztián fölajánlotta neki a saját medálját. Én szeretnék. Igen. Így mind a két atlétának 2 élete van. Felkészülni! 3, 2, 1! Ne sírjam már semmit. Nagyon jó. Ettől Dani új erőre kapott, és végül kiejtette Máté.